A hajstílus, ami egyben asztalként is funkcionál, az egyik leglátványosabb kémiai kísérlet. Boxoló állatok a vadonban. És a villámlás, ami egy másodpercre áramszünetet okozott a városban. Ez csak néhány példa volt a mai érdekes videóból, ugyanis a jó reggelit válogatás újabb részével készültem mára. Remélem készen álltok, nyomjatok egy lájkot, és már kezdünk is. Görögországban található egy reptér, ami annyira közel van a tengerparthoz, hogy sokszor ennyire közel repülnek el a gépek a turistákhoz. Ha kinyújtod a kezed, szinte eléred a repülő kerekét. 2022 nyarán videózták le ezt a mesébe illő felhőt Kínában. Gyerekként te is játszottál egyébként azzal, hogy a felhőket nézted és különböző alakzatokat kerestél? Ez a kis bogoly életében először hallott mennydörgést és vihart, amitől látszik, mennyire megrémült szegény. Ez az 5 éves srác különböző betűtípusokkal képes írni. Gondolj bele, mekkora jövő áll előtte. Ez a srác kitalálta, hogy meg fog inni egy pohár vizet, kizárólag evőpálcikát használva. Ez a mutatvány pedig 2,5 órájába került. Hát biztos nagyon megérte, mit mondjak. Svájcban egy tehenet szállítottak éppen haza a kórházból, miután véget ért a kezelése. Gondoltad volna, hogy ott ételkiszállítás helyett rögtön a tehenet viszik házhoz? Az új gördeszka után most itt van egy új játék, amit a menetszélen lehet játszani, és elég szórakoztatónak tűnik. Így tudod megnöveszteni a hüvelykujjad. Oh, what is not done yet? There we go. Szegény kutyát egy medve üldözte hazáig, amit aztán az apa sikeresen elijesztett. Emberünk megunta már a kutyák rosszalkodását, aminek hangot is adott, méghozzá sikítva. Sajnos nem tudom, hogy hívják ezt a hajstílust, de mindenkit inkább arra buzdítok, hogy kerülj el a lehető legmesszebb. Ellen egy olyan gépet készített, amivel a kígyók képesek sétálni. Olyan, mintha saját robot kiegészítőik lennének már. Egy kis illúzió. Te is azt hitted elsőre, hogy csak 4 ujja van? Az állatok már készülnek a lázadásra. Itt például boxzsákon gyakorolnak. Egyébként pedig egy férfi rakta ki, hogy levideózza, mihez kezdenek vele az állatok. Ez egy 2020-as videó Kínából, mikor sehol nem lehetett arcmaszkot találni. Ez a férfi pedig névtelenül 500 maszkot adományozott a rendőrkapitányságnak, majd elszaladt. Érdekes egy eset, az biztos, de a végén tisztelegve köszönték meg neki. Egy kis bűvész trükk. Te meg tudod mondani, melyik van empty, tele? Empty. Full. Okay. All right, which one's the full one? The red one? Empty, empty, full. Wait, what? Oh my god. Az angol őrség nem csak díszlet, amit ez a nő nem tudott. Akár az embert, akár a lovat megérinteni szigorúan tilos. Not touch the ring!
Nile különböző kísérleteket tölt fel YouTube csatornájára, ez pedig az egyik kémiai kísérlete volt, ami ámulatbejtő reakciót adott. And it's still one of the weirdest reactions I've ever seen. Valakinek nem elég egy kutya házi állatnak, úgy tűnik. I'm gonna go for a swim. Azok a jó kis vasárnapi alvások. Come on! Did you sleep good? Imádkozáshoz készült a férfi, ezért terítette le a szőnyeget, de a macska végül megelőzte. Ez egy szemléltető videó, ami rámutat arra, miért alakul ki könnyebben áradás hosszú szárazságok után. Ugyanis, ha a föld kiszárad és megkeményedik, akkor nehezebben fogja a talajt beszívni a vizet. Az ideális környezet tehát az enyhén nedves környezet. Csak azt viheted fel magaddal a repülőre, ami belefér ebbe a dobozba. Mivel pedig a deszka nem fért bele, ezért $90 kellett volna fizetni érte a srácnak. Neki azonban teljesen más ötlete támadt. How's that? That was unnecessary, sir. Tornado! Ezek itt mézgyűjtő hangyák, amik a hátsó felükben mézet vagy cukros, szirupos vizet tárolnak. Találó a név, azt kell mondjam. Te hallottál már róluk egyébként? Ezt egy profi mutatja be, és senkinek nem javaslom, hogy utána próbálja, de elvileg így lehet elkerülni egy cápa támadást. Nem szabad kapálózni, mert amiatt prédának fog látni a cápa, helyette nyugodtan a fejére kell tenni a kezed, ami után egyszerűen csak tovább fog úszni. Létezik egy non-profit szervezet, ami emberi adományhajakat fogad be, amikből törlőket és szőnyegeket készítenek. Ezekkel pedig olajkiömléseket és olajos szennyeződéseket takarítanak, mivel a haj jól magába tudja szívni a zsírt és olajat. A srácot elvitték egy élményrepülésre a vadászrepülőben, azonban a G-hatástól úgy nézett ki, mintha hirtelen megöregedett volna. Nem véletlen képzik ki erre külön a pilótákat. Ennek a mexikói férfinak a kutyája megtanulta, hogyan segítsen gazdájának a közlekedésben. Képes tolni ugyanis a rászoruló férfit székében. Tudtad, hogy a kaktuszok képesek termést hozni, amik úgy néznek ki, mint a piros paprikák lennének? Nem tudom, mi volt itt az ötlet, de az eredmény az elég fájó. Oh, no. Ő itt Cowboy Connor és Sergio teknős és legjobb barátok. Ehhez nem is kell mást hozzáfűzni. Ez egy prank videó, ahol távirányítós bójával viccelték meg az embereket. A reakciók pedig igen viccesek voltak. Te mit tettél volna, hogyha nem látod, ki irányítja a bóját, egyszerűen csak azt veszed észre, hogy mindig mögéd kerül? Meglepődött, vagy inkább ideges lettél volna? Ez a villámlás egy pillanatra lecsapta az áramot az egész városban. Azt merték mondani a macskának, hogy fogja be, ami neki nagyon nem tetszett. Shut up! Te érted, ez hogyan történhetett? Ez
ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Mindenképp nyomatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, érdekeltiteket akár folytatás, mert tudjátok jól, ezeket a Reddit válogatásokat mindig akkor szoktam elhozni, amikor az előző részen összegyűlik a 3000 lájk. És hogyha már itt tartunk, akkor tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg nektek, melyik volt a kedvencetek a mai videóból, melyik klip volt, ami a leginkább lenyűgözött titeket, melyikből szeretnétek még akár többet látni, mert tudjátok jól, mindig inkább arra fekszek rá, amit titeket érdekel. Bár meg kell hagyni, nekem a kedvencem az volt, amikor egy teheret szállítottak ki helikopterrel, a másik pedig ez az új gördeszkás szörfölős megoldás, meg akkor már talán még az 5 éves kis srác, aki úgy tudott írni, mint hogy a számítógéppel csinálták volna. Na de tényleg írjátok meg nektek, melyik volt a kedvencetek, abból legközebb hozni fogok majd többet is, feltéve, hogyha lesz még persze a következő rész. Én most minden esetre megköszönöm nektek a figyelmet, mindenképp csatlakozatok a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amikből már nem sokra érkezem is egy újabbal, valószínűleg rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig ismét további szép estét, és sziasztok!